Igazi farsangi hangulat töltötte be a Cifragyörgy közösségi színteret február 11-én. A Nagytétényi Polgári Kör szervezésében jótékonysági maszkabára érkeztek a legkülönfélébb jelmezekbe bújt vendégek. Nagyon vártuk már a Covid leállás után, hogy végre megint el tudjunk kezdeni bálokat, bulikat szervezni. Ez most már a DNS-el a harmadik maszkabálunk. Hála az Istennek úgy néz ki, hogy ez is nagyon-nagyon jól sikerült. Ugye nekünk mindig ebben a fő csapásvonalunk a jótékonyság. A mostani bál teljes bevételét egy nemes ügy érdekében ajánlották fel a szervezők. Az ötlet az onnan jött, hogy szerettünk volna egy diszkót szervezni, mert hogy nagyon kevés ilyen lehetőség van a mikorosztályunknak, és viszont akkor már megspékeltük egy olyan, hogy akkor ennek legyen egy értelme is, és támogassunk valakit ezzel az összejövetellel. Így Márkus Süt Viktória alapítványát fogjuk ezzel a rendezvényel támogatni, aki agyvérzéses született, és hát ugye az ő gyógykezelésére ajánljuk föl a bevételt. Igen, szép számmal jöttek a barátok, ismerősök, illetve itt a helybéliek, és szintén így a baráti kör, ismeretségi körből jöttek ezek a nagy felajánlások, amik még azt mondom, hogy most is jönnek, mert például tegnap este fölhívtak, hogy akkor ők szeretnének még 100 000 forintos támogatást felajánlani, úgyhogy ez, én úgy gondolom, hogy nagyon szép és nagyon, nagyon megható, mert tényleg rengeteg felajánlás jött. Az est során más módon is támogathatták a résztvevők Viktória gyógyulását. Mindenképpen lesz tombola, ugye ez az egyik fő attrakció, hála az Istennek, hogy nagyon-nagyon sok felajánlás jött, nagyon sok szép, értékes felajánlás, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy két részletbe fogjuk a tombolát kihúzni. A Nádasdy Kálmán néptánc együttes fel fog lépni, ők előadnak egy produkciót, és lesz jelmezverseny, mert hát ugye az sem maradhat ki egy jelmezbálom. Ott is nagyon szép, értékes ajándékokat fognak majd a győztesek kapni. A tervek szerint a jövőben szintúj lehetőség nyílik majd jótékony célok támogatására. Nagyon szeretnénk folytatni ezt a sorozatot, mondhatnám így, hiszen ez már a harmadik alkalom. Jövőre meglátjuk, hogy kit tudunk támogatni, ki fogunk választani egy másik személy szintén szerintem ilyen hasonló sorsút, aki megérdemli, hogy segítsük őt, és mi meg megérdemeljük, hogy egy jót bulizzunk.